Na kérném szépen, hát egy nagyon-nagyon kedves kis anyagocska következik beszélgetés. Mondhatnám azt is, és elárulok ezzel egy nagy titkot, hogy a mai műsorban ezek lesznek az én kedvenc perceim. Bálint Gyuri bácsit fogjuk felköszönteni születésnapi alkalmából. Fuchs Ticsi már ott van, és hát nekem megadatott az, képzeld el, Vivi, hogy dolgozhattam ezzel a drága emberrel annak idején még az Ablak című műsorban, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem nagyon természetesen. Sokat szeretjük. Egyrészt az ugye nagyon nagy dolog, hogy 98 éves, és fantasztikus formában van. Meg hát az, hogy még most tudunk vele beszélgetni, és remélem, és az hogy sokáig így lesz. Is kis ének, szülinapi alkalmából. Akkor boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, Gyuri bácsi, boldog szülinapot, Isten éltesse sokáig. Isten éltesse sokáig. Ricsikém, tiétek a szó, parancsolj. Jó reggelt kívánok. Itt ülünk az ország első számú kertészmérnökének hátsó teraszán. Bálint gazda most töltötte be 98. születésnapját. A kollégáim közül azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy én személyesen is felköszönhetem önt, tehát boldog születésnapot kívánok. Kérlek, pár szóval mesélj el nekem, hogy hogy zajlott az ünnepség. Gondolom volt azért egy kisebb családi ünnepség. Nem is volt ünnepség. Én nem szeretem az ünnepségeket, hanem a hétköznapokat szeretem, amikor valamit termelni lehet. De azért persze a szűkebb családom az összejött egy ebédre, egy vendéglőben. A szűkebb családom mit kell érteni? Hány fő körülbelül? Hát 11 felnőtt és 6 gyerek. Úgyhogy azért elég népes család volt, és hát nagyon kellemes körülmények között, jó ételek kíséretében, és hát nagyon vidáman töltöttük el azt a 3 órát, amit együtt voltunk ebben a vendéglőben. És ennek a születésnapnak ugye ajándéka is voltak itt az asztalon, itt van néhány Igen. dolog, egy pár szóban elmondaná, hogy... Amikor szó volt arról, hogy hát én azt a életkort betöltöttem, akkor én mindenkit megkértem, meg már korábban is, hogy csak szimbolikus ajándékokat adjanak nekem. És hát 3 szeretnék megemlíteni. A legfontosabb az, hogy és a legértékesebb ajándék az a piros rózsa szál, amit a feleségemtől kaptam, akinek nagyon sokat köszönhetek azt is, hogy talán egész viszonylag koromhoz képest egészséges vagyok. Aztán nagyon kedves ajándékok voltak azok, amiket a unokáim rajzoltak nekem. Az egyik, a legnagyobb dédunokám, az meg ezt a hajót hajtogatta nekem ajándékképpen, de volt egy nagyon érdekes ajándék, hogy egy baráti házaspárral beszélgettünk régi ételekről, és mondtam, hogy én vagy 50 éve nem ettem jó aludtejet. És azt mondták, hogy de hát a piacon lehet kapni aludtejnek való termelői tejet. És hát ezzel ezt be is fejeztük, és ők másnap kimentek a piacra, és hoztak nekem egy flaskóban ilyen tejet, és elmondták, hogy annak a termelő vagy kofaasszonynak, akitől vették, meg mondták, hogy nekem hozzák, és azt mondták, hogy igen, a Bálint gazdának, hát olyan sokat tanultam tőle, ne fizessenek érte semmit, csak vigyék el neki. Azért azt gondolom, ez jól esik az ember lelkének, nem? Mint az a körülbelül 500 000 ember is, aki jön követi nap, mint nap. Hogyan, mik azok a hétköznapi örömök, ami tényleg így boldogsággal töltik el a szívét így manapság? Hát tulajdonképpen még mindig vannak örömeim, mert én azért készültem arra, hogy öregszem,
de mint ahogy készülök az elmúlásra is természetesen. De hát nagyon sok örömem van abban, hogy a munkámnak van eredménye. Hát például az, amit most te említettél, ugye az interneten tényleg 450 ezer követője van a honlapomnak, és hát azért írok is, mint ahogy most a TV2 megkeresett és megköszöntött, hát az is nagyon jó eső érzés, meg hát rádiók, televíziók, újságok megkerestek, ugye 28-án a születésnapomon, akkor bolondéria volt az egész házban, mert hol fotósok, hol újságírók jelentek itt meg. És hát sok örömöm van ebben a kis kertben is, ahol ugyan már én fizikai munkát nem sokat tudok csinálni. Tegnap is egy vagy másfél óra hosszat itt a gyepet gondozgattam, és hát nagyon, nagyon elfáradtam tőle. Szóval, de hát szellemi munkát, hála Istennek, még mindig tudok végezni. Érdekel is minden, ami most történik, és ami hát az ember a társadalom számára fontos. Nagyon bocsánat, sokat... Legyen ez a végszó, lejárt sajnos az időnk. Nagyon sok boldogságot, sok egészséget, és nagyon sok örömteli pillanatot szeretnék még önnek kívánni. Én is köszönöm, és a nézőknek is, meg a TV2 munkatársainak is kívánok. Nagyon jó egészséget, sok boldogságot, és vidámságot. Nagyon fontos a társadalom számára. Köszönjük szépen. Köszönjük.